Kutyámnak 2 éve gerincműtéte volt, amihez leborotválták a hátáról a szőrt, azóta sem nő rendesen. Diétával segíthetném nála a szőrnövést. Most ez egy ismert probléma, a nagy kiterjedésű borotválás az részben hámsérülést okoz a legfelső rétegben a bőrben, részben pedig nem csak a sérülés okán, hanem egy hormonbetegség okán is előfordul, hogy a szőr nem képes, vagy nem tud visszanőni. Jellegzetesen ilyenkor ez a terület, ez a szőrtől megfosztott terület pigmentálódni kezd. Még az is előfordulhat, hogy a bőr egy picikét meg is vastagszik, és csak foltokban, vagy talán egyáltalán nem nő ki a szőr. Az eseteknek egy nagy százalékában a hormonbetegséget is nevén tudjuk nevezni. Ha nagy testű kutyáról van szó, akkor általában a pajzsmirigynek az alulműködése okozza ezt az elváltozást. Ha pedig mini kis testű kutyáról van szó, mondjuk uszkárról, vagy pekingi palotáról, tacskóról, akkor általában a Cushing betegség az, amely hasonló eredménnyel jár. Hogy miért nem derül ez ki, hogy a kutya egyébként hormonbeteg? Azért, mert a hormonbetegségeknek nagyon sok grádicsa van, nagyon sok lépcsőfoka. Nincs igen meg nem, tehát nem 100% meg 0% sose egy hormonbetegségnek az oktana. Tehát valamilyen szinten érintett a hormonbetegségben a kutyus, de csak bizonyos provokatív szituációkban terül ki valójában, hogy a kutya a hormonbeteg. Ez például, amire ön itt utalást tesz, ez egy ilyen provokatív szituáció a kutya életének a szempontjából. Egy jelentős területen megfosztották a szőrétől, részben a hámsérülés okán, részben az esetleg, ha nyáron történt, akkor a durva inszoláció következtében és legfőképpen a hormon háttér hiányos volta miatt előfordulhat, hogy nem nő vissza. Hogyan kell rajta segíteni? 2 úton kell járni. Az egyik egy korábban említett út, amikor olyan fölkészítés történik, a táplálásnak egy olyan kiegészítése történik, amely segíti a szőrnövekedést. Ennek a jellegzetes anyagait az előbb itt felsoroltam, legfőképpen ugye a telítetlen zsírsavakban kell majd pontosaknak lennünk. És a másik út pedig, hogy ki kell vizsgáltatni az állatot, mert elképzelhető, hogy egy rendkívül egyszerű kis hormon pótlással a szőr néhány héten belül vissza fog nőni. Tehát pontosan kéne tudni, hogy miről van szó, valóban van-e hormonháttér az említett szőrnövekedési hiány mögött, és ha van, akkor azt kezelni kell, és akkor megoldottuk a problémát.